42. fejezet A lány háta Róven a fák fölé emelkedett, meglovagolta és úgy formálta a szeleket, hogy egyre gyorsabban lökjék őt előre. A szél sűvítése meg sem közelítette a fejében zakatoló ordítás hangját. Az elsúhanó világot inkább csak ösztönből nézte, nem érdeklődéssel befelé figyelt lelki szemei előtt a lány gyertyafényben felcsillanó sebes hátát látta. Isten tudja, mennyi szörnyű sebet látott már. Ő is rengeteget ejtett, nem csak az ellenségein, hanem a barátain is. Mindent egybevetve Elin háta meg sem közelítette némeiket, de amikor meglátta, akkor egy pillanatra megállt a szíve. A tudatára néma csend nehezedett. Meglátta és érezte, hogy minél tovább nézi, a mágiája és harcos ösztönei annál inkább arra ösztökélik, hogy puszta kézzel akarja szétmarcangolni azokat, akik ezt tették vele. Aztán egyszerűen elment. A fürdőből kiutva szinte azonnal alakot váltott és felszállt az éjszakába. Mév hazudott. Vagy legalábbis elhallgatott dolgokat, de tudott róla, Tudta, hogy a lány mind ment keresztül, tudta, hogy rabszolga volt. Te jó Isten, azon a napon még az elején azzal a, fenye, fenyegetőzött, hogy megkorbácsolja. És a lány mennyire kikészült ettől. Ő pedig ostoba büszkeségből azt feltételezte, hogy azért, mert még annyira gyerekes. Neki kellett volna okosabbnak lennie, tudnia kellett volna, hogy ha így reagál valamire, akkor mélyek a sebei. És nem csak ezt mondta, már majdnem elérte a monumentális Kambrium hegységet. Még nem is volt felnőtt nő, amikor ezeket a kegyetlenségeket elszenvedte. Miért nem mondta el neki? És Mév miért nem mondta el? Sójmának fülsértő kiáltása visszhangot vert a hegy sötét szürke kövein. Válaszú földön túli vonyítás hangzott fel kórusban. Mév vad farkasai, akik szorosokat őrizték. Még ha el is repülne Doran ellébe, eljutna a királynőjéhez és válaszokat követelne, ő nem mondana semmit. Véres küköti hozzá, akár azt is megparancsolhatja neki, hogy ne jöjjön vissza ködvárba. Mágiájával megragadta a szeleket és visszafogta áramlásukat. Elin, Elin nem bízott benne, nem akarta, hogy tudjon róla. És majdnem teljesen kiégett, az átkozott Istennek védtelenül hagyták. Ősi dütámat benne csordultik telt valamiféle birtoklási vágygyal. Nem őt akarta birtokolni, sokkal inkább védelmezni akarta, hiszen ez a férfi kötelessége és becsülete. Nem úgy kezelte az információkat, ahogy kellett volna. Ha a lány nem akarta elmondani neki, hogy rabszolga volt, akkor valószínűleg a legrosszabbat feltételezte róla, hogy valószínűleg most is a legrosszabbat feltételezi róla, mivel ott nem volt ínyére ez a gondolat. Így újra éjszak felé vette az irányt, megzabolázta a mágiáját, hogy húzza a szeleket és könnyítse meg a visszaútját az erődbe. Hamarosan válaszokat fog szerezni a királynőjétől. A gyógyítók adtak Szelénának gyógyítalt, és miután biztosította őket arról, hogy nem fogja felgyújtani magát, addig maradt a kádban, míg nem vacogott a hidegtől. A szokásosnál háromszor hosszabb ideig tartott, még visszajutott a szobájába, és annyira át volt fagyva, és ki volt hogy nem is öltözött át, csak bezuhant az ágyába. Nem akart azon rágódni, hogy Róven miért úgy ment el, ahogy mégis ezen túlnődött, miközben mindene fájt és görcsölt a mágiától. Nyugtalanul felszínesen aludt, iszonyúan fázott, de nem tudta eldönteni, hogy a hőmérséklet vagy a mágia utóhatása miatt, Egyszer csak a tivornyából hazatérők nevetésére és éneklésére ébredt. Egy idő után még a legrészegebb is megtalálta a saját ágyát, vagy valaki másét. Fogvacogva majdnem újra álomba szenderült, amikor az ablaka nyikorogva kinyílt a szélben. Túlzottan fázott és fájt minden ahhoz, hogy felkeljen. Szárnyak suhogtak és fény villant. De mielőtt felülhetett volna, Róven már takaróstól mindenestől felnyalábolta. Ha lett volna hozzá ereje, talán tiltakozott volna, de... Ő felvitte a lépcsőn, végig a folyosón, aztán... Hangosan ropogó tűz, meleg lepedő puha matrac, és egy súlyos paplan, amit meglepő gyengétséggel igazgatott el rajta. A tűz egy láthatatlan fuvallatra csillapodott, aztán a matrac megmozdult. A pislákoló sötétségben róven rekettes hangja hallatszott. Mostantól nálam alszol, a látta, hogy olyan messze fekszik tőle, amennyire csak tud anélkül, hogy leesne. A közös ágy csak ma estére szól. Holnaptól kapsz egy külön helyet. Magad után takarítasz, különben visszakerülsz a régi helyedre. Befészkelte magát a párnájába. Rendben. A tűz elhalványult, de a szobában így is kellemesen meleg maradt. Hónapok óta most először volt meleg az ágya, azt gondolta, ám így szólt. Nem akarom, hogy sajnálj. Ez nem sajnálat. Mév úgy döntött, hogy nem mondja el, mi történt veled. Tudnod kell, hogy én... Nem tudtam, hogy... Selina átnyúlt az ágyon, hogy megfogja a kezét. Tisztában volt vele, hogy ha akarná, olyan mély sebet ejthetne a tündéren, amit teljesen összetörné. Tudom, Először attól féltem, hogy kikúnyolsz, ha elmondom neked, és emiatt megöllek. Aztán nem akartam, hogy sajnálj. De leginkább azt nem akartam, hogy azt hitt, csak kifogásnak használom ezt az egészet. Akár egy jó katona, mondta. A lánynak egy pillanatra el kellett fordulnia, hogy ne lássa, hogy ez mit jelent számára. Róven mély levegőt vett, széles mákasa kitágult. Mondd el, hogyan küldtek oda, és hogy jutották ki? Fáradt volt, halálosan kimerült, de összeszedte erejének maradékát és mesélt a résvári évekről, az aszterion lovak elkötéséről, a száguldásról a sivatagban, a hajnalig tartó bulizásról, táncról, a kurtizánokkal és tolvajokkal, és a világ minden csodás komisz lényével, aztán mesélt neki szem elvesztéséről, és az első korbácsolástól távol végben, amikor vért köpött a főfelügyelő arcába, és hogy mit látott és viselt el a következő évben. Beszélt a napról, amikor kitört és felkészült a halára. A szíve elnehezült, ahogy végül eljutott az estéig, amikor a királyi testőrkapitány besétált az életébe, és mesélt a zsarnok fiáról is, aki esét kínált neki a szabadságra. Mesélt neki a versenyről, és hogy hogyan nyerte meg, de a szavai kezdtek összegabajodni, és a szemhéja le akart csukódni. Hosszú lett volna elmondani, hogy mi történt később a rémkulcsok, Elena és a történetét, és hogy hogyan lett ilyen megtört és haszontalan. Ásított, és Róven is a szemét dörzsölte, a tündér keze továbbra is az övében nyugodott, de nem engedte el. És amikor hajnal előtt felébredt, Melegen, biztonságban, kipihenten, Róven még mindig a melkasán tartotta a kezét. Valami, mintha megolvadt, és végigáramlott volna benne, és mintha betöltött volna minden benne tátongó hasadékot és törést. Nem fájt, valahogy behegeztette, összekovácsolta.